Az aranyerdő óvodában izgatottan várták a gyermekek a fehér szakálú, piros ruhás jótevőt, aki hatalmas, megtöltött zsákkal érkezett hozzájuk. A gyerekek persze szorgosan készültek az elmúlt időszakban, a megtanult énekekből, versekből a télapó is hallhatott jó párat. A középső csoportosok örömmel elegyedtek beszélgetésbe az ajándékokkal érkezett vendéggel. Mikulás, képzeld el, nekünk annyi ajándékot hoztál, hogy egy tálba kellett, hogy rakjuk. Hát képzeld el, milyen nehéz volt oda vinni hozzátok. És tudjátok, hogy estére mit kell csinálni? Fogat mosni, igen. De még mást is kell csinálni. Fogat mosni. Ki kell rakni a cipőnket, ugye? Az ablakba. Miért kell kirakni a cipőnket? Mert most a tudomás van, hogy tudom rá. Na mondja. Hogy a Mikulás benne van. Mert a cipőnket van, az a tudajánlékban. A kedves szóváltást követően ki is nyílt a hatalmas piros zsák, ami sok finomságot rejtett. Hát ott vagyok én, amikor még... Ez még a tavalyi lehetett, mert ilyen dobozba hoztam az ajándékokat. Hát egy gyöngy, ott is van egy Mikulás, teljes mikulásizmus van ebben a csoportban. Az öreg jótevő egy fontos dolgot kért a lurkoktól, amit ők meg is ígértek neki. Azt ígértem a télapónak, hogy hazaviszem az ajándékomat. És kikhez jön a télapó, vagy kiknek hoz ajándékot a télapó? A jó gyerekeknek, mert ha rosszak vagyunk, virgács. Otthon feltisztettük a télapónak a zsiszeket, és akkor anyával fel akartuk zsiszítani, és akkor vártam a télapót. És mit hozott neked a télapó? Hát ajándékot, amikor mondtunk neki verset, aztán meghozta ajándékot egy csomagba. A Mikulás adott nekem egy nyuszit. Egy nyuszit? Milyen nyuszit adott neked? Szürkét. A Mikulás ezt hozta nekünk egy nyaróka, meg Mikulás. Mikulás szokít. Én azt mondtam a Mikulásnak, hogy még szerintem sok dolga van. Én a Mikulásnak azt ígértem, hogy majd otthon megeszem a csokoládémat. Amíg a Mikulás az óvodai csoportokat járta ajándékaival, addig a szülői szervezet a rendezvénytéren azon szorgoskodott, hogy minél több pénzt gyűjtsenek a hatodjára megszervezett jótékonysági vásáruk alkalmával. A szülői szervezet áll az egész mögött, és ez az OSS tulajdonképpen arról szól, hogy minden csoport két főt delegál ebbe a szülői szervezetbe, akik minden csoportból, akik egész évben képviselik a csoportokat az óvoda falain belül, és segítenek a programok lebonyolításában, tehát támogatják a szülői szervezet munkáját. A szülői szervezet tagjai vesznek részt aktívan, illetve a csoportokból a delegáltagok, szülők, nagyszülők, az intézményi dolgozók, akik segítettek itt a portékák, termékek elkészítésében, gyűjtésében, tárolásában és ugye árusításban, úgyhogy ők nagyon sokat segítenek nekünk a lebonyolításban. Beosztottuk, hogy ki mikor jön árusítani, és akkor így tulajdonképpen reggeltől estig várjuk szeretettel ide a Turmezei térre kilátogató vásárlókat. Tombola sorsolás is lesz, rekordszámú támogatónk volt idén, akiktől a tombola felajánlásokat megkaptuk. Az intézmény közösségi oldalán élőben követhették nyomon a tombola sorsolást azok, akik 2000 forint felett vásároltak az Aranyerdő óvoda és bölcsőde javára rendezett jótékonysági vásár alkalmával. A befolyt összeget azt egyenlő arányba osztjuk fel a bölcsődei és óvodai csoportok között, és ezzel szeretnénk igazából egy kicsit megsegíteni, megtámogatni a karácsonyi készülődésüket. A karácsonyi jótékonysági vásár párhuzamosan mi már megkezdtük előkészíteni a következő feladatot, ami jövőre egy jótékonysági bál lesz.
ugyanígy egy jótékonysági bált fog szervezni a szülői szervezet az óvodának, bölcsödének, és erről majd még fogunk hírt adni a Facebook oldalon, ez még előkészítés alatt van, ezt majd azután fogjuk elkezdeni előkészíteni, hogyha itt tulajdonképpen lezajlott ez az esemény, és akkor koncentrálunk a következő feladatra.